Hasznos középiskolai tanórákat, hasznos középiskolai éveket. Az iskola a való életre készítse fel a fiatalokat. A tanítási órák a diákok többségének tapasztalatai alapján sokszor projektorbeüzemeléssel, táblatörléssel, vagyis nem minőségi oktatási idővel kezdődik. Ezért a Mi Hazánk mozgalom kezdeményezi a 45 perces tanórák 40 percesre csökkentését. Megállásunk szerint előkészületi feladatokat szünetekben kellene elvégezni, akár a szünetek meghosszabbításával. A 40 perces tanítási óra teljen ténylegesen a minőségi oktatással. További problémának tartjuk, hogy az iskolapadból kikerülve sokan nem tudják, hogyan kell egy csekket kitölteni, egy levelet feladni, egy lakcímváltozást bejelenteni. Nem tudják, mi a különbség a vállalkozói lét és az alkalmazotti státusz között. Keveset tudnak az adózásról, bankrendszerről, nyugdíjrendszerről, bejelentett munkaviszonyokról. A Mi Hazánk mozgalom 11. osztályban hetente egy alkalommal olyan gyakorlati órát szeretne bevezetni, ami az élet ezen kérdéseire készíti fel a fiatalokat, a pályaválasztás előtt állók segítése céljából pedig javasoljuk, hogy különböző szektorokból érkező előadók mutassák be munkájuknak előnyeit és hátrányait.